Hello, hello! Nos, ebben a videóban meg akarom mutatni, hogy a Philips Senseo-nak ezt a párnás kávéfőzőjét hogy lehet beállítani, pontosabban a vízmennyiséget hogy lehet beállítani, ugyanis nekem az vele a problémám, hogy túl hosszúra készíti a kávét, szeretném, hogyha kevesebb vízzel készíteni. Igazából semmilyen leírást nem találtam hozzá, sajnos a használat utasítása már nálam elveszett. De se baj, egy negyed órás keresgélés után találtam egy jó kis leírást, amiben leírják, hogy ennek a kávéfőzőnek van kétféle variációja, vagy még több. Ez a kávéfőző, ez pontosan a HD7810-es, ebben már programozható ROM van, tehát a gombok segítségével tudjuk beállítani, viszont van egy egyen régebbi verziója, azt hiszem az 7510-es, ott már sajnos meg kell bontanunk a kávéfőzőt, és egy pótmétert kell csavarhúzóval csavarnunk, és abban lehet beállítani a vízmennyiséget. De ennél most megmutatom, hogy pontosan mi a problémám. Itt egy csésze, bekapcsolom közben, és belehelyezek egy párnát. Majd amikor a gép készen áll, elindítom a főzést. És jól látható, hogy szinte ezt a csészét teljesen teletölti, és viszonylag hosszú, gyenge, hosszú kávét készít bele. Én szeretném, egy kicsit kevesebb lével erősebb kávé lenne a csészében, úgyhogy most e szerint fogom beállítani. Első körben megnézzük a pontos vízmennyiséget, amit egy ilyen pohár segítségével fogok megmérni. Rárakok egy befőttes gumit, azt fogom majd beállítani a kifőzött víz mennyiségéhez. Úgyhogy csak így egy adag vizet most kifőzök. Kicsit sárgás a víz, mint hogyha tea lenne, de ez azért van, mert most mosta ki az előző kávét. Nos, én a gumit beállítom a víz szintjéhez. Így nagyon jól fogjuk látni a változást. Kb. Valahogy így. Vizet kiöntöm. És most programozhatjuk is a főzőt. Ezt úgy fogom megtenni, hogy van egy ilyen kapcsolós hosszabbítóm. Ugyanis úgy kell, hogy úgy megy a programozás, hogy ki kell húzni a konnektorból, meg kell nyomni a az egy csésze és a két csésze gombot egyszerre, nyomva kell tartani, be kell dugni, akkor pirosan világít a gomb. Ez jelzi azt, hogy programozásra kész, és az egy csészével lefelé vesszük a mennyiséget, a két csészével fölfelé nyomjuk a mennyiséget, körülbelül 1-2 milliliteres lépés közönkben. Tehát én most rányomok legalább egy 20-at. Most 20-at rányomtam, és nyugtázom a programot azzal, hogy megnyomom a kikapcsolás gombot, és mint láthatjuk, már nem is világít, ki van kapcsolva a készülék. Én azért áramtalanítom, és újra feltöltöm vízzel. Jó, a tartálya tele van vízzel, ezért most visszakapcsolom, és megnézzük, hogy mennyit változott a vízmennyisége. Lehetséges, hogy még kell visszavennem belőle. Jó, nyomom is, lássuk. Nos, erre azt tudom mondani, hogy 20 nyomással, ugye a mínusz irányban, körülbelül egy harmad résszel csökkentettem a vízmennyiséget, ugye lehet látni, hogy most idáig van, tehát ezzel az egy harmad résszel kb. Csökkent a víz mennyisége, és én azt mondom erre, hogy ez nekem így jó is lesz, úgyhogy megnézzük, hogy most mit produkál, hogyha beleteszek egy kávékapszulát, és most megnyomjuk az egycsészés főzést. Jó,
Jó, már lehet is látni, hogy kevesebb, mellé rakom az előzőt, közelebb hozom, és körülbelül látszik, hogy ennél háromnegyedig van a csésze, ennél körülbelül félig van a csésze. Szeretem a hosszú kávét, de ez már nagyon hosszú volt, és az idők folyamán szerintem szép lassan elállítódott, vagy egy-két áramszünet ilyesmi miatt nem tudom, de egyre több víz került a kávéba, ezért most visszaállítottam is. Ez lesz az igazi, amikor itt körülbelül félig főzi nekem ezt a csészét. Tehát akkor ennyi a programozásról. Két gomb egyszerre megnyom, áram alá helyez, tehát vagy bedug, vagy egy ilyen kapcsolós konnektor esetén ugye bekapcsol, úgyhogy közben nyomom a két gombot, és utána, amikor pirosan világít, akkor vagy az egy csészével lefelé veszem a vízmennyiséget, vagy a két csészével felfelé. Ha megvan a körülbelül kívánt mennyiség, akkor megnyomom a gombot, kikapcsol a gép, és kész is a programozás. Persze lehetséges, hogy van, akinek a beállításhoz többször el kell ezt játszani, amire elkapja azt a jó mennyiséget, amit ő szeretne, de próbálkozni kell. Nos, remélem tudtam segíteni annak, aki szintén, mint én, nem tudtam, hogy kell beprogramozni. Remélem tetszett a videó, találkozunk a következőben. Hello!